Folyamatosan nőtt az esküvők száma az elmúlt években Szekszárdon. 2018-ban 205, 2019-ben 278, míg idén október végéig 236 pár mondta ki a boldogító igent a Tolnai megye székhelyen. Mostantól viszont csökkenhet a Szekszárdon házasságot kötő párok száma. A legutóbbi közgyűlésen ugyanis az Éjjel-Szekszárd frakció megszavazta azt az előterjesztést, ami alapján sokkal többet kell majd fizetni egy polgári szertartásért, mint eddig. A Fidesz frakció vezetője azt mondja, az Éjjel-Szekszárd ezzel megsarcolja a házasságot kötő párokat. Ezért a kormánypártok önkormányzati frakció vezetője most sajtótájékoztatón jelentette be, hogy tiltakoznak az Éjjel-Szekszárd által megszavazott rendeletmódosítás és az áremelések ellen. Munkaidőn kívül a 25.400 forintról 44.400 forintra emelkedik a díja, a anyagkönyvi eseménynek a díja. Ez soknak tartjuk, ez fölösleges áremelés, és nem értünk vele egyet. Külső helyszínen viszont 100%-os áremelés, az eddig se kevés 38.100 forint helyett 76.200 forintra emelkedik, tiltakozunk ez ellen. Vagyis ha egy pár munkaidőn kívül és nem a polgármesteri hivatalban akar összekelni, akkor pontosan kétszer annyit kell majd fizetni az önkormányzatnak, mint eddig. De nem ez az egyetlen változás a helyi rendeletben, ami a Fidesz frakció szerint elfogadhatatlan. Az új szabályozás értelmében ugyanis tilos egyházi területen, családi házak udvarán vagy pedig közterületen polgári esküvőt tartani. Máté Péter szerint ez elfogadhatatlan és egyet jelent az egyház kirekesztésével. Tiltakozunk az egyházak kirekesztése ellen. Ez a rendeletmódosítás megtiltja egyházi tulajdonú vagy egyházi használatú ingatlanba a házasságkötést, és hát a hivatalos anyakönyvi eseményként történő házasságkötést. Ezzel nem tiltakozunk, ez az egyházak kirekesztése, ezzel nem értünk egyet. De ugyanúgy nem értünk egyet azzal sem, hogy eddig családi háznál lehetett a házasságot kötni, ezután nem lehet, ezt is megtiltja a rendelet. Máté Péter szerint az is elfogadhatatlan, hogy az anyakönyvvezetőnek járó díjösszege 2,5-szeresére szertartásonként 10.000-ről 25.000 forintra emelkedik a rendeletmódosítás következtében. A Fidesz frakció egyébként nem szavazta meg az előterjesztést, a közgyűlésben többségbe került Éjjel-Szekszárd viszont igen. Máté Péter azt mondja, Ács Rezső polgármesterhez fordulnak, és azt kérik tőle, ne írja alá házasságot kötő párok megsarcolásáról szóló rendeletmódosítást. Az anyakönyvi rendelet módosításával kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét is. Szerettük volna tőle megtudni, mi indokolta, hogy egyes esetekben duplájára emeljék a polgári szertartásokhoz kapcsolódó díjak összegét, valamint mások mellett arra is kíváncsiak lettünk volna, miért rekesztik ki az egyházat a rendelet módosításával. Bomba Gábor viszont adásunkig nem válaszolt a kérdéseinkre.